Megváltozott az autógyártás, egészen más termékeket gyártanak, egészen más komplexitással, egészen más darabszámban, egészen más ügyfélelvárások. Én inkább kortünetekről beszélnék. Tehát az, hogy most 5 éves technikát sokkal bonyolultabb megjavítani, sokkal nagyobb tudás kell hozzá, és sokkal drágább alkatrészek kellnek hozzá, ez nem egy BMW-specifikus dolog. Nem csak az a baj, hogy sokszor a javítás az gazdasági totálkáról ért. De nem csak a BMW-nél. Igen, nem. Tehát igazából minden új autóhoz egyre nagyobb felszerelés kell, mind elektronikai háttérben. Főleg szoftveresen. Igen, ezt akartam mondani, hogy főleg szoftveresen. Tehát, hogy nem tudsz egy alkatrészt kicserélni úgy, hogy utána ne kelljen felkódolni. Igen, meg a többi. Én azt gondolom, hogy mindig a mezőnybe kell vizsgálni. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a BMW-k szarabbak, akkor azt kell mondani, hogy sajnos az összes többi is ilyen szempontból. Mert ugye sokkal komplexebbek lettek az autók. Tehát, hogyha az egészet azt mondod, hogy súlyozni kéne a valós kilométerrel, én azt mondom, hogy lehet, hogy súlyozni kéne még így fejben a komplexitással is. Tehát, hogy hány alkatrész mehet tönkre. Sokan keresnek olyan kérdéssel, hogy szabad-e venni közvetlen befecskendezési autót, a rajta múlna mindenki olyan járna. Tehát egy fontos, hogyha kinézek egy autót magamnak, mondok egy számot, 2 millió forint, járjak utána annak, hogy milyen meghibásodásai lehetnek. Például, ha közismert, hogy a Volkswagen TSI motorokon körülbelül 100 000 kilométerenként vezérmiláncot kell cserélni, csináljak magamnak egy 100 000 kilométeres vagy 5 éves tervet, amire választom az autót, és gyakorlatilag osszam be, számoljam ki, hogy a fizetésemből, a jövedelmemből megengedhetem-e azt magamnak, hogy 300 000 forintért cseréljek vezérműláncot, hogy kokstalanítsak, ezeket össze kell adni, és kijön a matek. Sokszor beszélünk a közvetlen benzinbefecskendezési motoroknak a kokszosodási hajlamáról. Ez azért adódik, mert itt látható, hogy itt vannak a befecskendező szelepek, amik közvetlenül az égéstérbe fecskendeznek. Így nem tudják lemosni, illetve hűteni a szívó szelepeket. Ezért azok forróak, nincsenek lemosva, letisztítva a benzin által, hisz nem itt vannak a befecskendező szelepek, mint régen a szívó sorba, hanem itt a hengerfejbe. Ezeket is ki kell majd pucolni, de hát ez a hengerfej úgyis szét lesz szedve. Ezért, amikor kérdezik, hogy milyen adalékanyagot használjanak ahhoz, hogy ne kokszolja le a szelepeket egy ilyen motor, hát jókat szoktam nevetni, mert ugye nem éri el a benzin a szelepet, így lemosni se tudja. Egy teljes motorkárt tud okozni egy filléres alkatrész. Ennek az alkatrésznek itt szabaddá kéne tennie ugye azt, hogy a motorolaj beszivárogjon az olajpumpába, ez a szívó része az olajpumpának. És hát ez nyilvánvaló, hogy nem tud, illetve nagyon korlátozott mennyiségben, mert ott van ez a valami. Ez a valami, ez egy nagyon kemény ilyen kox darab. Ezt szétszedtük ezt az előszűrőt, és látható, hogy elfolyt a hajtókarcsapágy. Ez itt a hengerfal. Ez teljesen megragadt, itt látható a főtengelyen a hajtókarcsap, hogy teljesen. Kuka lett a motor, gyakorlatilag olyan alkatrészek megolvadtak benne, a vákumpumpája elcsöppent, nem volt benne olaj teljesen. Ez egy Volkswagen TSI motor. Ettől rettegnek a TSI-sek, hogy kokszolódik, pedig sokkal nagyobb problémák is vannak. Egy korszerű, közvetlen benzinbefecskendezésű motormenedzsment az olyan, mint egy laboratórium. Ugye ő azt feltételezi, hogy a mechanika rendben van, és amikor ilyen dolgok történnek, akkor nem mindig tud mit kezdeni a motorvezérlőegység, illetve a szoftver maga, nem tudja hozzáadaptálni magát egy ilyen problémához. Olyan hitvány szar szelep van benne, hogy pontozónak nem jó. Hogy néz ki egy szar szelep? Mesélj róla. Vékony, takony. Hát semmi, hát nincs anyag, nincs benne anyag. Hát hogy kicsi legyen a fogyasztás, kis szelepet könnyebb mozgatni, nem? Van az átmérő szelepszárba, ami már nem csak hogy szarul néz ki, hanem szar is. Most az egy dolog, hogy kényszerítik őket a szigorodó környezetvédelmi normákkal, azóta vékonyabbak lettek a szelepszárak. És hogyha ha kiszámolod, hogy mekkora felületen adja át a hőt egy olyan kipufogó szelep, aminek 8 mm-es a szelepszárának az átmérője, látni fogod, hogy majdnem duplája, mint amelyiknek 5 mm-es. És ez egy probléma, ezért égnek be a kipufogó szelepek általában. Ilyen lokális melegpontok keletkeznek a motoron, például a szívószelepen, ami eddig soha nem volt probléma, meg a szelepeken, mert ugye az áramló keverék sokkal jobban hűt, benzinlevegő keverék sokkal jobban hűtötte, ellentétben ezzel a helyzettel most, ahol égéstérbe
történik a befecskendezés, nem pedig a szívócsatornában. És nem lesz homogén a keverék az egyrészt, egész. Másrészt úgy túlmelegednek ezek az alkatrészek, hogy a rákerülő elég kevés olaj szépen lassan ott karbonizálódik benne, ott krakkódik. Hát igen, fölízik, és akkor ellentétes lángfrontok lesznek. Kopogásos égés miatti rángatás. Ez, hát halkan merem csak mondani, hogy ez típus hibának mondható, mert van olyan ügyfelem, akinek 26 ezer kilométeres futás teljesítménynél jelentkezett először ez a hiba. De miért kopog egy szabályozott keverékképzésű autóban? Az a probléma, hogy a közvetlen benzinbefecskendezésű motorokkal az Otton motorokat valamelyest felruházták dízelbetegségekkel. Kialakul a koromképződés, illetve a szilárd részecske képződés, és ez lerakódik a dugattyún, a szívócsatornában, a befecskendező szelepeken, és ezek a korom részecskék, ezek felizzanak, és ellentétes lángfrontok találkoznak egymással szemben. Mert tehát a lerakódások lényegében izzító gyertyaként működnek a benzinmotorban. És akkor, igen. És elindítják az égést más pontokon is, nem csak a gyújtógyertyánál. És ezek a lángfrontok, amikor találkoznak, akkor nyilvánvaló, hogy egy kontrollálatlan égés alakul ki az égéstérben, és erre válaszol a motorvezérlő elektronika, hogy letiltja a befecskendezést, és ettől torpan az autó. Annyira ki van hegyezve a rendszer, hogy bármilyen kis hiba már egy nagyobbat idézhet elő. Tehát gyakorlatilag lerakódások lehetnek a mostanra 15-18 éves autókban. Persze, csak ott nem okoz ekkora problémát, amikor a szívócső befecskendezésnél szívás ütemben fecskendezel be, van idő kialakuljon a teljes ösztöhiometrikus keverési arány az egész, tehát homogén a keverék az egész dugattyú térben, vagy égéstérben, és ezért ott nem okoz ekkora problémákat, mint ahol az is számít, hogy a levegő milyen perdülettel érkezik meg. Két egymástól kicsit eltartó vágányra kerültek a lábaink, hogy tehát van egyszer ez az elkormolódás miatti szabályozatlan éges, uh-huh. És ez a miatti torpanások, és akkor van az olajsár. Most az olajsárral kapcsolatban azt a cikkbe is írtam, jellemző ezekre a motorokra, hogy a turbófeltöltő meghibásodik, és általában ez kenési rendellenesség miatt. És igazából csak annyit kéne tenni minden szerviz alkalmával, bár hogyha 30 ezer kilométerenként történik ez, akkor itt nagyon nagy a távolság, ugye? Ez túl hosszú egy turbomotornak. Hogyha még egy kicsit még valami hiba beesik, egy turbó meg egy ilyen motorszét összeszerelés és egy-két alkatrész cseréje már fölérhet egy gazdasági totálkárral. Tehát ezért kell vigyázni rá, mert igazából eljön az az idő, amikor nem éri meg megjavítani, mert a technológia az nem változik benne. Sajnos biztos lesz olyan, hogy majd fogják farigcsálni ezeket a motorokat is, de igazából a gyári technológia szerint nem olcsó a javításuk. Hogyha egy motor ilyen állapotú, szét kell szedni, és fizikailag meg kell tisztítani, az olajcsatornákat kitisztítani, és úgy összeszerelni a motort. Beleöntesz egy motortisztító adalékot, azt, ami biztonságosabb helyen volt, akkor inkább a szelepfedélben, az a kicsapódott olajsár, mint az, hogyha azt leoldod. És utána az lekerül az olajteknőbe, onnan szépen felszívja az olajszivattyú, és mindennek. Ez olyan, mint a vérrög a keringés. Igen, és pontosan. Csak általában ugye addig senki nem foglalkozik ezzel sem, amíg nem romlik el az autó. Hiszen és... miért foglalkozna? Te se foglalkozol addig a bal lábaddal, amíg nem fáj. Hát, én szoktam így javasolgatni embereknek, hogy mit kéne csinálni, de mivel ezek dolgok pénzbe kerülnek, ezért nem mindig kérik. Tehát van, aki elfogadja, és akkor tényleg... Hát majd jönnek akkor, amikor több pénzbe kerül. Nem baj az. Csak én elmondom, tehát fölhívom rá a figyelmet. Turbó benzines motor, ez tényleg egy lefosott szar. Majd 15 ezer kilométeres motornak csak ellenőrzés szintjén megbontottuk a szívócsövét, és már látom, hogy... De hidd el, hogy a következő... Így köszönt, hogy szia Tibi, 30 ezer múlva találkozunk. Biztos látsz már megoldásokat a következő generációnál, ahol már azért vagy próbálják... Na jó, csak most volt ez az ügy, hogy volt ez a 2,5 milliót érő 5 éves Peugeot 308 SV, akinek végül is kiszaladt egy 1 millió 3-as árajánlat, és darabokba vitték el az autót. Az fáj. Darabokba. És mondta a tulajdonos, hogy hát nézegetek egy 1.6-os szívó benzines Ford Fusion-t. Megveregettem a vállát, hogy azzal nem lesz ilyen gondja. Ezek nem műszaki emberek, és így félnek a régi autótól, meg eddig jól működött ez az öreg akármim. Szamara. De most már adjuk el, vegyünk egy újat, és akkor nézik, mégiscsak a új autó. Jó, drága, 4 millió, mindegy, megveszük, tudod, megveszi 4 millióért, azt gondolja ugyanúgy, mint a régi autója, valami 20 évig semmi baja nem volt.
majd ez is jó, ez 60 ezer kilométernél elköszön. Nem, jó, ez csak egy-egy eset, tehát jó, ez minden, nem, jó, nem jelentő, elköszön egy szelep. Annyira, nem egy az autó. Annyira kiragadott példa, hogy a Tibi konkrétan ezekből él. Csak és akkor tudod, beviszi, hát ez elromlott, egy henger nem megy, de biztos valami ezek is. Kitámaszt egy szelep, és akkor jön a Tibi, és azt mondja, hát igen, nagyon szép ez az autó, meg érdemes tényleg megtartani, meg minden. Tehát a javítás 680 ezer. Egy autó tekintetben meg ez a fejlődés úgy van, hogy először ugye a technológia fejlődött nagyon, elérte a csúcsát, és utána pedig módosítani kellett az egész koncepciót a környezetvédelmi normák miatt. De mi, ugye, mi volt a csúcs? Mikor volt a csúcs? Én azt gondolom, hogy ugye a 90-es évek közepe körül. Tényleg? Igen, mert olyan technológiák voltak már, mint ma is. Lehet, hogy kicsit drágábbak voltak. Lehet, hogy kicsit... Most miért kell annyira a közvetlen befecskendezés? Mitől jobb? Azért nem kell neki a közvetlen befecskendezés, hogy az égés csúcs hőmérsékletét csökkentsék, csökkenjen a nitrogénoxid kibocsátása, stb. Stb. Ez megint azért van, hogy ezzel a környezet normákkal viszonylag jó liter teljesítményt elérjenek. Dolog volt. Abszolút, abszolút. Yeah. Miért kéne? Miért kéne? Nem kéne. Én azt hittem, hogy az jó. Hogy azért csináljuk, mert jó, de akkor már az se azért. Csomó probléma van vele. Sokkal nehezebb megoldani, egy változó nyomású térbe kell fecskendezni, problémás az egész. Azóta szivatjuk magunkat föl. Én is úgy gondoltam, hogy autót, hogyha, tehát így a használt autó, hogy ez a 90-es évek második fel, hogy azokat... Csendeset is tudtak csinálni, jót is tudtak csinálni, meg valahol én azt mondom, hogy ilyen Euro 2-nél ott van az, hogy azok még egész jó autók. Nem fulladsz meg a garázsba, ha úgy hagyod a motort a 3 perc alatt, és viszonylag keveset fogyasztanak, jó teljesítményűek, csendesek, és nagyon megbízhatók. Inkább használtam venni egy jót, igen, mint egy új tehát rosszat. Én a sorhatos, tehát már fizikailag igazából egy tökéletesen kiegyensúlyozott motor, tehát ott nem kellene ilyen ellensúlyok, meg ilyesmi, hanem igen, annak a... Az egy luxus autóban minden első és másodrendű tömege és nyomatéka kiegyenlített a sorhatosnak. Na de figyelj, tehát és hogyha... fizikailag egy nagyon elegáns motor felépítés. Hogy az a régi old school hathengereshez, az a dupla vanoszos hathengeres volt már abban, azt hiszem, az jobb. Egy olyan ember, aki nem azt nézi, hogy turbójuk, vagy valami, hanem csak beleül és használja az autót, azt mondja, hogy jobb. Hát a minőséget az is megérzi, aki nem ért hozzá. Tehát elvisznek téged egy ilyen Michelin csillagos étterembe, valószínű feltűnik, hogy nem szart eszel. Ez a kaszni most már egy 325-ös bódé, ha van egy kupéd, ami normális, a szép, ami tényleg szép is, jó is, azért a szinte bármennyit kérhetsz. Tehát a biztos, hogy 2 millió forint fölött. Most már. És egy kult autó lett. Tehát elfogytak, elrohadtak ezek is. És egy kult autó lett, mert az emberek kezdtek rátalálni ezekre, mert ez nem romlik el. Gázpedál alulról van zsanírozva. Tökéletesen lehet rá átfordulni. Így lehet féktávon visszaváltani. Ez a én 230 ezeret futott BMW-mnek a szívócsatornája, csak szép azért. Raktam be ide. Ez a gyönyörű kép volt egyébként. Itt előadás előtt nézegettük, hogy mennyire jól meg van csinálva, hogyha kicsit innen jobban lett volna fényképezve, akkor a szeleptányérnak majdnem a teljes kerülete látszódna. Ez azt jelenti, hogy a levegő is, ugye, ahogy áramlik be, egy viszonylag nagy keresztmetszeten tud menni be az égéstérbe. Nagyon ügyesen meg van csinálva, aki ezt a szívócsatornát terveztett a BMW-nél, az tudta, hogy miről van szó. Valahol itt 4000 környékén, ahol a vanosz módosítja a vezérlést, ott még egy púp is lett. Ebből jól lehet látni, hogy ez egy fordulatszámra hangolt motor, mert leginkább itt megy. Ez egy M52-es TUV, ugye TUV, mint technische Überarbeitet, ez már egy átdolgozott változata az M52-esnek, pláne az M50-esnek, aminek még a blokja sem ugyanaz, mert ez egy könnyű fém motor, mint egy majdnem 20 kilóval könnyebb, mint az M50-es. Nagyon szépen jár, és viszonyatosan halk ez a motor. Tulajdonképpen semmi más nem lehet hallani, csak a 6 injektornak a cicegését, ahogy nyitnak, zárnak. Nagyon csendes tényleg, és kiegyensúlyozott. Jó kis motor ez, meglátjuk tényleg, mit tud. Egyszer csak megjelenik a háttérbe a bolond. Ha úgy keretbe vágta, még ő is megijedt. De aztán összeszedtem itt vinyás után hosszabbítót. Na, elkezdi bőgetni az autót. Kocsogott a kis sorhát. Beváltott a lámpa, elpattintottuk neki, megindult, mint a vállópe.